Olasz, osztrák, macedón, szlovén és szerbiai borok, borkorcsolyák és hangulatos zene várta Újvidék főterén a borkedvelőket. Idősek és fiatalok egyaránt kíváncsiak voltak a bor különlegességekre. Szerintem mindig minőséges ez a kiállítás, csak hogy lehet, hogy a gazdasági helyzet miatt kevesebb a kiállító. A fiatalok több bort is megkóstoltak. Szeretném a fehéret is, a vöröset is, a rozét is, úgyhogy hát ha ráfutok valamire, amit még nem kóstoltam, vagy nem ismertem, akkor valamit megtanulok, újat. 11. alkalommal rendeznek Újvidéken borfesztivált. Az Interfest a borkultúrát és az ital készítésének minőségi követelményeit népszerűsíti. Kada se mi trudimo da brojnim novosađanima, ljubiteljima vina, ali i brojnim ljubiteljima vina iz regiona i drugih gradova naše zemlje koji dolaze na Interfest, damo na uživanje više od 300 vinskih etiketa, ne samo iz Srbije, iako imamo značajan deo broj srpskih proizvođača koji se predstavlja na Interfestu, nego i vinarija iz regiona, pa i onih iz sveta. Szerbiába évente 12 millió palack bort szállítanak be, de az őshonos borok, annak ellenére, hogy történelmi jelentőségűek, mindenki számára különlegességet jelentenek. Ne feltételezze senki se az, hogy itt most teljesen újdonságként jelenik meg újból a bor, mert hogy ennek óriási és gazdag múltja volt itt a térségünkben, olyan őshonos fajtákkal, mint a szerémizöld, mézesfehér, vagy kadarka, vagy kövidinka, bakator és egyéb más szőlőfajták, vagy éppen a furmint szőlőfajtával, amely szintén szerémségből származik. Úgyhogy, és mi ezeket természetes borokon keresztül prezentáljuk a borkedvelők irányába. Az Interfest pénteken és szombaton is várja a borkedvelőket Újvidéken. Esténként élő koncertek mellett lehet kocintgatni, kóstolgatni és vásárolni is a nedűkből.